Köszöntöm a televízió nézőket, a Hírháttér stúdiójában Csiszár Péter, a Flash Károly Kutatás Központ igazgatója és Major Tamás rendező. Az igazi sikertörténet az első közös koprodukció, Made in Hungária című musical bemutatói, illetve annak zárása hozta most össze ezt a beszélgetést is. Sikertörténet lett ez az első közös együttműködése az Egyesületnek, az Ars Longának, a Teatrum ad Flexumnak, a Flex Ardensnek, illetve a Flashnek. Ki hogyan értékeli az elmúlt 16 előadást? Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy siker, mert azt kimondhatjuk, hogy ilyen sűrű előadás sorozat még a társulat életében nem volt. Tehát az, hogy a 2023-24-es évadban lejátszottunk 16 előadást, és bátran mondhatjuk, hogy ez mind teltházas volt, úgyhogy ez biztos, hogy siker. Szakmailag te hogy élted meg ezt az október óta tartó tulajdonképpen őrületet, hiszen nagyon-nagyon sokan akarják látni egyszer, többször a Made in Hungáriát? Hát először is üdvözlöm a nézőket. Nagyon nehéz, tehát ugye azért mi nem erre vagyunk berendezkedve. Mi körülbelül arra vagyunk berendezkedve, hogy bemutatunk egy előadást, és körülbelül egy év alatt csinálunk belőle... Két-három hétvégét, ugye? Két-három hétvégét, igen, de inkább kettőt, ami annyit jelent, hogy az 6 vagy 9 előadás. És ugye a Covid után mindig elég nagy számban gyorsan játszom sokat, tehát eddig nem ez volt, például a Dzsungel könyvét játszottuk 30-szor, 9, hát hogyha a próbát is belevesszük, akkor 10 éven keresztül. És ennek az előadásnak pedig a Made in Hungáriának 18 előadás fél év alatt tulajdonképpen. Tehát ugye a bemutatótól számítva fél év alatt nagyon-nagyon megterhelő a játszóknak is mindenképpen, tehát hogy emellett nagyon-nagyon szeretjük játszani, de nagyon megterhelő, de örömjáték ez mindenképpen. Tehát hogy ezt most nem negatívként akarom mondani, csak azt szeretném mondani, hogy eddig ilyen még nálunk nem volt. Nyilván így terveztétek, de számítottál-e ilyen sikerre a gyakorlatban? Hát a terveink beszerepelt. Tehát ez volt a legfontosabb, hogy próbáljunk meg egy olyan előadást prezentálni a mosonmagyaróvári és környéki kultúra szerető lakóknak, hogy egy olyan előadás, ami tényleg megmozgatja az egész várost. És a jelek azt mutatják, hogy ez a 16 teltház, ez megmozgatta a várost, és még vannak terveink, de hát ez majd csak később. Még most... ebben a beszélgetésben beszélünk róla, azért nem hagylak anélkül elmenni a tervekről, ne beszéljünk. Én színész oldalról kérdezlek, mert nyilván eljön néző, látja, hogy a produkció szerintem tényleg nagyon jó, de ugye ebben nem profi színészek játszanak, hanem tulajdonképpen diákok, munka mellett mi dolgozók. Hogyan élték meg belülről ezt az erőltetett menetet, illetve mesélj kicsit a kulisszákról, hogy mennyire volt tényleg ez egy erőltetett menet? Hát, tehát, hogy ahogy a felkonfban is mondtad, hogy három csoport működik együtt, a Teatrum ad Flexum, az Ars Longa Teatrum, illetve a Flex Ardens. Nagyon szeretjük ezt a darabot játszani, az mindenképpen, tehát, hogy az, amikor, tehát én most magamról beszélek, hogyha valami kihívás előttem áll, attól mindig egy kicsit úgy óckodok, meg úristen, meg hogy jó lesz-e, meg stb. De amikor már ott van, az mindig egy örömjáték. Tehát akár, ugye összesen 18 előadás lesz itt a Flash Központban, még kettő előttünk van, és úgy éreztem, ahogy elkezdtük a második, tehát ebben a évben elkezdtünk játszani, egy kicsit olyan nehezebben jött össze a csapat, de például most, hogy mentünk haza a hatodik előadásról, idén hatodik előadásról, februárban már azt mondták, hogy úristen, nem sokára vége lesz, de hát minden kezdetnek vége van. Úristen, vége lesz. Ez több, tehát hogy abból fakad, hogy vége lesz, nem azért, mert nem lenne rá kereslet, mert hál' Istennek van. Ez a márciusi előadásunk is szinte majdnem mindegyik teltház, tehát hogy már csak nagyon kevés jegy van, esetleg 23-ára, de majd úgyis erre kitérünk. De a srácok ugye mennek a
a középiskolás srácok ugye mennek el egyetemre. Tehát, hogy onnét pedig visszajönni már nagyon-nagyon nehézkes, meg más fontos nekik, tök jó lenne, hogyha visszajönnének egyébként. És akkor azért is gondoltam azt, hogy márciusban itt a Flash központban legyen utolsó előadásunk, mert ugye hál' Istennek a művelődési ház, bocsánat, a Flash központ, nagyon-nagyon, tehát hogy minden hétvégén van valami. Tehát, hogy nem csak egyszerűen az, hogy mikor akarunk játszani, hanem azért meg kell nézni, egyébként egy évvel ezelőtt már ezek az időpontok le voltak foglalva, csak még nem tudtuk, hogy éppen médint játszunk. Tehát, hogy meg kell nézni, hogy mik azok az időpontok, amik szabadok, és akkor oda tudunk merakni. De kérdésedre a válasz, én azt gondolom, hogy a srácok nagyon-nagyon szeretik játszani, és azt gondolom, hogy a teátromát flexumosok is, a kicsit idősebb srácok, és a nagyon élvezik egyébként a flexer dancesek is, hogy még jobban a csapat részei tudnak lenni. Egy picit mindig úgy volt, hogy bár én nem így gondolom sosem, hogy ők mint hogyha külön lennének, tehát hogy a táncosok, de egyáltalán nem, és azt gondolom, hogy ez az előadás azért elég jól összehozta a csapatokat, mindhárom csapatot. Te hogyan érted meg szakmailag ezt a hármas kollaborációt? Tehát számítottál, hogy ez ilyen gördülékeny lesz, vagy egyáltalán? Ugye, hát te aktívan is részt is vettél, színészként is debütáltál, ha úgy tetszik ebben a darabban, szóval hogy milyen volt így belülről megélni ezt az együttműködést? Hát ez csak egy pici szerep, és ez csak egy ilyen szimpátiából, meg hogy tényleg megérintsen a színház... Zárójel megérintett? Persze, természetesen, ja, de hát ez már régi történet. Úgyhogy beadtam a derekamat, de hát nem is ez a lényeg. Én egy kicsit féltem tőle, hogy mármint az induláskor, hogy ez a három vagy négy csoport együtt hogyan fog tökéletesen működni. Plusz az is, hogy érdekes volt, hogy ez a Made in Hungária, ez egy abba különleges, azt erősíts meg Tamás ebbe, hogy ezt tulajdonképpen te hoztad össze a musicalből és a filmből, tehát ennek van egy különleges dolga, tehát nem az van, hogy egy adott forgatókönyv vagy egy kézikönyv alapján meg lehet oldani ezt az előadást, hanem itt azért ez saját ötletekkel és teljesen egyedi produkció, amiért tényleg szerintem, hogyha jövőbe gondolkozunk, akkor még az országban bárhol érdeklődés mutatkozhat, mert mondom, ilyen nincsen az országban. Made in Hungária van Veszprémben, van Pécset, de ilyen típusú Made in Hungária nincs. Egyedi dramaturgia, két változat, a film és a színdarab összegyúrása. Nagy feladat? Igen, az. Borzasztó nagy feladat volt, már csak azért is, mert ebben nincsen rutinom. Az egy dolog, hogy kisebb dolgokat össze lehet rakni, de mégis egy nagy előadásról van szó. És ugye a film az azért sokban különbözik a színpadi művektől, tehát hogy most nem is a Made in Hungáriáról beszélek, hanem ott a dialógusok egészen máshogy, más ritmusával kell számolni, és a színpadon pedig azért nem ugyanaz a törvény, mint a filmben. Egyébként a kikötésben benne volt, hogy a szerzőktől, tehát hogy sem új dalt, sem új karaktert, sem új szöveget, jelenetet nem lehet belerakni. Ehhez képest új karaktert szerettem volna belerakni, új zenéket szerettem volna belerakni, és új jeleneteket. De annyiban volt nagy szerencsénk, hogy Tasnádi István írta a film szövegkönyvét is, vagy forgatókönyvét, illetve a mi színpadi változatot is. Így hát nem, tehát hogy így azért nem volt nagy probléma. Egy nagyon picike kis részt bele kellett írni, hogy helyre kerüljön a dolog. De egyébként az a nagy kihívás, amikor még ilyet nem csinálsz, és szembe kerülsz vele, hogy ezt meg kell oldanod. És azért a srácokat is bemondtam ebbe a dologba, tehát leültünk, és akkor összeolvastuk a szövegkönyvet, illetve a filmet, megnéztük, és amit én előre elterveztem, hogy azokat berakjuk, hogy tetszik, tehát sok szem többet lát alapon, és akkor így próbáltuk ezt a dolgot összehozni. Tehát azért nem csak egyedül az én érdemem ez a dolog. Március 22-én, 23-án búcsúzik a produkció a Flash központtól, és 23-án egy különleges eseménnyel
esttel búcsúzik, erről mit lehet tudni? Hát az volt a koncepció, hogy tényleg méltóképpen búcsúztassuk el a Médium Hungáriát. Már a tavalyi évben felmerült ez a dolog, hogy egy nagy házi bulival. Végülis egy házi buliban játszva, vagy egy házi bulit is bemutat a színdarab. Tehát mi lenne, hogyha ezt a házi bulit egy kicsit kibővítenénk, és a Flash Központ falai között az egész kulturális központba lehessen egy nagy házi bulit az alkotókkal, a színészekkel, a hozzátartozókkal, és persze természetesen, ha lehet így fogalmazni, már a rajongókkal együtt. És csináljunk egy nagy házi bulit koncerttel, retro bulival, és tényleg egy ilyen könnyedebb formába búcsúztassuk el a darabot. És erre mindenki azt mondta, hogy hát ez egyértelmű, hogy ezt próbáljuk meg, mert csináljuk meg, mert tényleg így lehet igazán elbúcsúztatni egy könnyedebben, és tényleg azokat az elmúlt év, vagy elmúlt fél év, vagy a Tamás is mondta, fél év feszültségét, ezt most kiadjuk, és legalább levezetjük, és készülünk majd a későbbiekre. Most gyakorlatilag ez hogy néz ki? Tehát bárki jöhet gyakorlatilag egy buliba a színen? Nem, ez úgy fog kinézni, hogy van, tehát 22-én meg lehet nézni hagyományos módon az előadást, tehát aki csak az előadást szeretné megnézni, az megvásárolja a jegyét 22-én, pénteken. És a 23-ai nap, tehát a búcsú előadás és a házi bulira, arra viszont úgy lehet vásárolni jegyet, hogy színházi előadás is a bulira, és vagy külön este a bulira, tehát este 9 órától indul hogy nevezhetjük, házi buli. Tehát tulajdonképpen este 6 órakor kezdődik a színházi előadás, valaki, aki szeretné, és már most már látjuk, hogy elég sokan is így gondolják, megvásárolták a jegyet, és ahogy kijönnek a színházteremből, már várja őket a házi buli, megvendégeljük őket, és egy közös tánccal, bulival elbúcsúztatjuk a darabot. Zenekar vagy DJ lesz? Zenekar is, ha lehet így fogalmazni, egy félig meddig autentikus zenekart hívtunk, egy Red Rooster nevezetű rockabilly zenekart hívtunk, ő fogja tényleg az autentikus zenét biztosítani az est folyamán, de azért, hogy tényleg ne csak a rockabilly legyen, hanem legyen egy kicsi retro hangulat is, DJ Horesh fog majd az est folyamán házi bulit tartani nekünk. És bocsáss meg, még egy dolog, hogy ha valaki nem az erőadásra jön, ő külön is megveheti a külön jöget, is megveheti este, tehát, a 9 órától. Csak hogyha táncolni akar ezekre a régi slágerekre, és találkozni akar a színészekkel, akkor nyugodtan eljöhet külön megvásárolt jeggyel. Ez lett volna a következő kérdésben, hogy hol lehet jegyeket venni, és egyáltalán van-e még jegy erre a hétvégére? Természetesen van még egy. A színházi előadásra mind a két nap, már ahogy a Tamás is mondta kicsit korábban, hogy már nagyon fogynak a jegyek, úgyhogy azt érdemes minél hamarabb megvenni. A bulira meg azért elég nagy a Flash Károly Kulturális Központ, úgyhogy innentől kezdve azért ott még van még jegy, amit meg lehet vásárolni. Akkor itt a jegypénztárban meg a tixa.hu? Jegypénztár és a tixa.hu. Nem tudom, mennyire sajtónyilvános már a történet, de azért mégsem teljesen itt fejeződik majd a Made in Hungária történet. Erről lehet-e már beszélni, hogy milyen terveitek vannak? Vannak terveink, vannak terveink. A nyár folyamára van egy nagyszabású tervünk, de ez még maradjon meg a... Mi és állunk. Akkor mi zárásként pedig menjünk egy kicsit még nagyobb vízióval. Lesz-e folytatás ennek az együttműködésnek? Terveztek esetleg még együttműködni másféle produkcióban? Én az elmúlt időszakot figyelembe véve, én azt mondom, hogy ez egy gyümölcsöző, és ez egy jó kapcsolat minden. Maga a Teátrumát Flexummal, az Árszlongával, vagy a Flex Ardenszel. Úgyhogy én azt mondom, hogy innentől kezdve ez a formáció, ahogy eddig így felálltunk, ez egy jó és járható és működőképes. Persze természetesen meg kell majd határoznunk különböző szabályokat, hogy milyen formába tudunk tovább lépni és tovább együtt működni. Ez még a jövő kérdése, de én úgy mondom, hogy ez már csak tényleg csak egy ilyen apró pici igazítgatások, és onnantól kezdve szerintem simán együtt tudunk működni. Én is ezt gondolom, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, tehát hogy semmi negatívumot nem tudok mondani, meg nincs is a fejembe se.
egy nagyon jó főpróba volt ez a Made in Hungária, az mindenképpen. A továbbiakban pedig le kell ülnünk és meg kell beszélnünk a további részt, mert szerintem biztos, hogy lesz benne. Legalábbis az én részemről mindenképpen Péter meg elmondta. Búcsúzik a Made in Hungária a Flash központtól március 22-én és 23-án egy nagyszabású bulival, házi bulival és színházi előadással. Ennek kapcsán beszélgettem Csiszár Péter igazgatóval és Major Tamás rendezővel. Köszönöm szépen, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, keresenek bennünket social media felületeinken. Viszontlátásra, viszonthallásra.